Köszöntöm Önöket! A hét eseményének összefoglalóját, a körképet látják. Fontosabb híreink először röviden. Keret. A Berda szobor koszorúzása zárta a kerület kéthetes kulturális kavalkádját. Odú, újpesti iskolások is beszállnak a madáretetésbe, nem is akárhogy. Satufék. Mindent látó kamerák állíthatják le a hírhet éjszakai gyorsulási versenyeket az Óceán Árok utcában. A gyermekotthon szakmai vezetőinek mulasztásai miatt sérültek. Vannak az 5 éves kislánynak a jogai, akit tavaly december 11-én a gyanú szerint társai szexuálisan bántalmazhattak, közölte az újpesti önkormányzat. Az intézményi, az önkormányzati, valamint az ügyben folyó rendőrségi vizsgálat megállapításaira támaszkodó dokumentum szerint az azóta felmentett vezető nem teljes körűen, illetve nem azonnal hozta meg azokat az intézkedéseket, amelyeket a szakmai előírások szerint rögtön el kellett volna rendelnie. A kislány nőgyógyászati vizsgálatát például csak december 22-én kérte, derül ki a közleményből, amely egy közérdekű bejelentés alapján arról is beszámol, hogy miután az eset napvilágot látott, a gyermekotthonban használt laptopról törölték az üggyel kapcsolatos dokumentumokat. Az otthon elbocsátott vezetője egy kereskedelmi csatornának cáfolta, hogy mulasztást követett el. Szerinte a politikai hírverés miatt, idézem, kellett egy bűnbak, aki elviszi a balhét. Idén is a megszokott szertartással emlékeztek barátai Berda Józsefre, a 121 éve született csavargó költőszobránál. A különleges főhajtás két nagyon színes újpesti hetet zárt le. Újpest csavargó költőjére, Berda Józsefre emlékeztek barátai és tisztelői február 1-én a hányatott sorsú művész Aradi utcai szobránál. A Baumgarten és József Attila díjas költő emlékét ápolókör tagjai Berda 1966-os halála óta tisztelegnek ezzel a szertartással az egykor volt jó barát emléke előtt. Sajnos egyre kevesebben. Berda József emlékét végig őriztük. Még az életébe is megtartotta a baráti kör az összejövetel, nagyon rengeteg művésze, 100-150 ember is összejött, akkor még a régi Adi Művházban, ami most a Polgárcentrum. Aztán halála után a Hován László újpesti festőművész tartotta össze ezt a baráti kört. A Hován Laci bácsi halála után Svot Lajos karikatúrista volt az, aki szintén mindenkit ismert ebből a baráti körből. Aztán valahogy rám maradt, és elkezdtünk fogyni, elkezdtünk öregedni. Kedves barátom Sipos Áron, aki tavaly még itt volt, szegényt pár héttel ezelőtt temettük el. Végig néztem a baráti kört, hát egyre kevesebben vagyunk. Az egyik bottal jár, a másik kórházban van, úgyhogy ennyien voltunk. Így töredékkel, de itt voltunk. De ki is volt ez a különleges figura, akit sokszor magyar víjonként is emlegetnek? Régi Újpest, ez egy, azt hiszem, 60 ezer főből állt, egy kisváros volt, mindenki ismerte Berda Józsefet. Berda József, ha jól tudom, soha nem volt munkahelye, tehát mindig szabad foglalkozású művész volt. Egy nagyon nagy tudású, ahogy a Nagy László öccse Ág István mondta, az utolsó Mohikán ezen a téren, tényleg egy olyan különleges ember volt, mindenki ismerte, mindenki szerette. A kisiparos barátom, aki itt volt, mondta, hogy az ő idejében a kisiparosok 10-20 forinttal támogatták az öreget. Na most ez a 10-20 forint akkor, amikor 1300-1600 forint volt egy havi kereset, azért ez egy nagy összeg volt, tehát ez komoly támogatás volt a kisiparosok részéről, de mindenki. De a újpesti csibészek is, mindenki ismerte Berdát, mindenki szerette Berdát, de egy olyan kis különleges emberke volt, szerette a tütüt, a bort, és ennek minden nap hodolt is, de soha nem láttam ilyen tántorgó részegnek, de mindig megitta a magáét. A csöndes megemlékezés záró akkordja volt annak a programsorozatnak, amellyel Újpest a Magyar Kultúra napja előtt tisztelgett. Nagy boldogsággal tölt el, és büszkeséggel is, hogy olyan eseményeket valósíthatunk meg, kelthettünk újra életre, aminek nagyon örültek Újpest lakói, hiszen teltházas rendezvényekkel zártuk ezt a rendezvénysorozatot. A
Sok-sok színes program közül a házigazdának a Városházán újra felcsendülő muzsika volt a legkedvesebb. Én nagyon szerettem a városházi estéket, ugye hiány volt a komoly zenei programokból Újpesten, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt újra tudtuk éleszteni, és ekkora érdeklődés övezte ezt a programot, és természetesen folytatjuk. És nem is sokára, hiszen Újpest hasonló nagyszabású rendezvénysorozattal készül a Költészet napjára is áprilisban. Az Újpesti Zeneiskolánál tisztelgett a város az intézmény névadója, a magyar kultúra, a magyar zenei élet kiemelkedő alakja Erkel Tibor munkássága előtt. Erkel Tiborra emlékeztek az Újpesti Zeneiskolánál. A forgalom zajában is meghitt ünnepségen ott voltak az oktatási intézmény, az önkormányzat, a tankerület, a Városvédő Egyesület és természetesen a család képviselői is. A művész tanár alakját az iskola vezetője idézte fel. Többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető tanára, Erkel díjas zenei rendező, zongoraművész, pedagógus és Újpest díszpolgára volt. Szoros kapcsolatot ápolt Újpesttel és intézményünkkel. Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Alapítványának alapító elnöke volt. A magyar kultúra, a magyar zenei élet aktív részeseként örök nyomot hagyott elhivatottsága. Tanítványai közül számos nemzetközi rangú művész került ki. Élete, pedagógiai, művészi munkássága minta, és nem csak az iskola számára, hangsúlyozta az intézményvezető. A mi feladatunk az ő eszmei örökségének a továbbvitele, pedagógiai hitvallásának folytatása itt, az iskola falai között. Munkásságával példaként mutatott rá, hogyan érdemes dolgozni és élni. Az emlékezés részeként egy nyírségi dal csendült fel Somogyi Eszter előadásában, majd a résztvevők elhelyezték koszorúikat Erkel Tibor emléktáblájára. Az Ugró Gyula és Tavasz utcai bázis mellett két új létesítménnyel is bővül idén az országos hírűvé vált Újpesti Közösségi Tankert program. A Bercsényi utcai bázis majdnem 20 magaságyására pedig már jelentkezhetnek is a kertészkedni vágyók. A pályázat feltételei és a jelentkezéshez szükséges űrlapok a Városgondnokság honlapján találhatók. A hatóságok szerint már biztonságosan bekerítve legelésznek a szilaspatak mentén azok a birkák, amelyek korábban útra-útra keltek és meg sem álltak a kettes útig, ahol bekeveredtek az autók közé is. Folytatódik a birka szaga. Az országos sajtót is megjárták az Újpest Televízió szűk egy éve készült felvételei, amelyeken a több sávos, forgalmas kettes úton kódorgó híres híret szilaspataki birkanyáj látható. Az eset akkor hatalmas visszhangot kapott. Az állatok egy időre el is kerültek a gazdától, majd visszajöttek, tavaly évvégén aztán ismét útnak indultak, így újabb intézkedés következett. Volt egy hatósági eljárás, aminek mi is a részesei voltunk. Volt egy olyan határozat, hogy az állatokat ki kell emelni 30 napra, és 30 napot adott az állategészségügyi hatóság arra a tulajdonosnak, hogy körbekerítse a területet, és megoldja úgy, hogy az állatok ne tudjanak kijönni közterületre, illetve ide a főútra mellénk. Most pedig újra legális a végetés a szilaspataknál. Ez a 30 nap eltelt, és a tulajdonos elkerítette a részét, és azóta sem, most már több hete ugye nála vannak az állatok, visszakapta, több hete nem volt bejelentés arról, hogy az állatok kín lennének. Erre szoktak járni a hatóságnak az emberei, illetve maga az állategészségügyi hatóság is kijött már párszor ellenőrizni. Az állatok mindig a kerítés, illetve az épített kerítés mögött voltak, úgyhogy a gazda mindenféleképpen szeretne állatot tartani, és úgy néz ki, hogy most már jogszabályoknak megfelelően fogja tartani ezeket az állatokat. A történet most tehát egy időre a szó átvét és szoros értelmében is keretet kapott. Ha azonban a birkák, ne adj Isten, ezt újra szétfeszítenék, és ismét kedvük támadna az autóút környékén legelészni, a szakemberek azt kérik, azonnal jelezzük. Február 1-jével újra elindult a tavaly nyáron nagy sikerrel bemutatkozó esővízgyűjtő és komposztáló program. Most azok a kerületi lakosok jelentkezhetnek be az Újpesti Városgondnokság honlapján a 300 literes víztárolóért, a 900 literes kerti, valamint a kisebb balkonkomposztáló ládákért, akik tavaly ezt nem tették meg. Most azonban bekapcsolódnának a szakmai képzést is biztosító környezet- és pénztárcabarát programba.
Az újpesti iskolások is igyekeznek segíteni a madaraknak télen, már ha egyáltalán lesz olyan hideg, hogy erre szükség van. A gyerekek a Lóversenytéri Közösségi Házban tanulták el a madáretető készítés fortéjait. Kicsit beszélgetünk a madáretetésről, és akkor utána kezdjük először a kézműves foglalkozást. A téli madáretetés fontosságára hívja fel a figyelmet az a programsorozat, amelyet a Lóversenytéri Közösségi Ház Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpontjában tartanak januárban. Tegye fel a kezét, aki otthon eteti a madarakat. Nagyon jó. Bizony vannak olyan madarak, akik elköltöznek. Tudtok nekem olyat mondani, akik elköltöznek tőlünk ősszel? Gólya. Gólya, igen. Mondjad? Búbosbanka, nagyon jó. Bölömbika. Daru, nagyon jó. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerték meg a madarak téli életét. Az alsósok aktívan részt vesznek otthon is az etetésben. Általában cinegék szoktak jönni, és én szoktam feltölteni, meg apa. És mivel etetitek a madarakat? Ilyen kis golyókkal szoktuk, meg magokkal. Szoktunk etetni madarakat otthon, mert kirakjuk az erkélyre egy ilyen kis tálkába. És mi általában oda a cinegéket szoktuk etetni. És mikor kell őket etetni? Milyen hónapban, vagy milyen évszakban? Hát mi decemberben szoktuk, meg januárban. Azt tanultuk, hogy meg kell etetni télen a madarakat, meg hogy télen nem találnak eledelet. És miért nem? Mert a hó belepi a földet. A gyerekek nagyon nyitottak a környezetvédelmi témákra, ha pedig játékosan tanulnak, sokkal jobban megmarad az információ. Azért költöznek el Magyarországról, mert elmennek Afrikába délre, mert melegebb van sokkal, és ott jobban érzik magukat. Gulyás Tíme a kertesházban lakik Újpesten. Ha hazamegy, fel fogja hívni a szülei figyelmét arra, hogy itt az ideje kitenni a madáretetőket. Hát elmegyünk a farkaserdőbe, és megnézzük a madarakat, és otthon kertesházban lakunk, és még nem raktuk ki a madáretetőt, de hamarosan ki fogjuk rakni, és teszünk bele madármagokat, amit meg tudnak enni télen a madarak, mert a földben nem találnak elességet. Most az újpesti Karinti Frigyes magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola második osztálya vett részt a foglalkozáson. De ebben a hónapban több száz gyerek fordul majd meg itt ezen a programon. 5 állomás van, ez az egyik állomás, ahol elkészítik a saját madáretetőjüket, amit haza is vihetnek a gyerekek, és utána még több helyszínen fognak csapatokban játékos feladatokat megoldani. Az egyik helyen a színezésen mellett útvesztő van, tárgykereső, amit az elbújt részekben kell megkeresni a gyerekeknek. Emellett vannak kirakós feladatok, ahol természetesen madarakat kell kirakni, és van még egy különleges rész, amikor fenyőtobozból készítünk függeszthető madáretetőt, amit aztán az iskolába visszamenet a gyerekek ki tudnak akasztani a fák ágaira. Erről a kisebb madarak, például a cinegék tudnak eszegetni, ugyanis apró köles magokkal fogjuk bevonni a tobozokat. A gyerekeket a tanítónéni már előre felkészítette a mai napra. Hőbéné Bálint Andrea azt mondja, sokszor ők tanítják a szülőket a természet védelmére. A gyerekek nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat, magukba szívják az itt tanultakat, és ezt otthon rendszeresen el is mesélik a szülőknek. Sőt, van, hogy az itt tanult ötleteket otthon újra elkészítik a szülőkkel együtt, és nagyon sokan laknak családi házban, kertesházban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az itt elkészített madáretetőket otthon is ki fogják majd tenni. Ha az idő jobbra fordul és nem esik egész nap az eső, kimennek a farkaserdőbe a madáretetőket kihelyezni. Kiraboltak egy virágboltot Újpesten. A maszkos férfi késsel követelt pénzt az üzlet tulajdonosától, aki néhány ezer forintot át is adott neki. Ám a rabló nem érte be ennyivel, a maradék apró pénzt is elvitte. A nő a támadás során nem sérült meg, az újpesti rendőrök pedig azonosították, és 4. kerületi lakásán hamar el is fogták a 39 éves G. Árpádot.
A felfegyverkezve elkövetett rablásbüntettével gyanúsított férfi beismerte bűnösségét. Az újpesti nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Mindent látó kamerák fékezhetik meg a hírhet éjszakai gyorsulási versenyeket az Óceánárok utcában, ahol nemrégiben centiken múlott a tragédia. A beérkező utcaképeket éjjel-nappal láthatják majd az újpesti rendőrök. Megdöbbentő felvételek járták be az országos sajtót egy illegális gyorsulási versenyről. A tuningolt autókkal vívott elhíresült utcai csata, ahol csak centiken múlt a tragédia, az Óceánárok utcában zajlott, ezért nem csak a rendőrség, de az önkormányzat is lép. Ebben pedig egy közelmúltbeli fejlesztés is segít. Annak a lehetőséget vizsgáltuk meg, hogy hogyan tudunk térfigyelő kamerát kihelyezni, hiszen a tavalyi évi fejlesztéseknek köszönhetően most már az átjátszást meg tudjuk oldani, tehát eddig műszakilag nem volt lehetséges, hogy az Óceánárok utcát, illetve az Ipari Park utcát a kamerarendszereink tudják figyelni. Most annak a lehetőségét kell megnézni, hogy ha az áramot meg tudjuk oldani, itt a tavasszal térfigyelő kamera fogja figyelni, illetve még a Rexnél járdára is kihelyezünk egy térfigyelő kamerát, ami az útnak pedig azt a szakaszát tudja folyamatosan kísérni, illetve talán az Rexnek is nagy segítség, hogy az illegálisan kihelyezett kiskutyákat, macskákat kihelyező embereket is esetleg el tudják fogni. Ha a berendezések csatlakoznak az újpesti térfigyelő kamerarendszerhez, az innen érkező képeket a nap 24 órájában rendőrök látják majd. 24 órában folyamatosan két fő rendőr figyel ezeket a kamerafelvételeket, és ők tudják a kollégáikat riasztani, illetve ezek a felvételek 30 napig rögzítésre kerülnek, nagyon jó minőségben, tehát éjszakai felvételen is tökéletesen látszanak az arcok, a rendszámtáblák. És hogyha kell, akkor utólagosan visszanézve eljárást tudnak indítani szükség esetén. A kamerák, illetve a képeket közvetítő átjátszók telepítéséhez még engedélyek kellenek. Az alpolgármester szerint azonban ez nem okoz gondot, és a környék hamarosan biztonságosabbá válik. A kamerákra egyébként táblák is figyelmeztetnek majd. Összesen majdnem 36 millió forint értékű kábítószert, heroint, marihuánát és metadon tablettát foglaltak le a rendőrök egy újpesti házaspár lakásában és az általuk használt üzemben január 23-án. A férfi és a nő a nyomozás adatai szerint rendszeresen árulta a különféle drogokat. A nyomozók elfogták azt a nőt is, akitől a gyanú szerint beszerezték a kábítószereket. Az ő autójából 3 millió 700 ezer forintot foglaltak le. Az 53 éves V. Zsoltot és feleségét, a 36 éves V. Viktóriát, valamint a 42 éves C. Lindát kábítószerkereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, és a bíróság elrendelte letartóztatásukat. Egy biztonságosan bekerített kis ligetté varázsolják a közkedvelt mókusetetőt az Ugró Gyula soron. Erre azért van szükség, mert úgy tűnik, a területet a vaddisznók is felfedezték. Az ünnepek előtt számoltunk be arról, hogy az újpesti önkormányzat akciót indított a mókusok védelmében. És ennek kapcsán bemutattuk azt az elsősorban a gyerekek körében nagyon népszerű helyet az Ugró Gyula soron, ahol egy idős ember igyekszik gondoskodni a kedves kis állatokról. Most azonban rossz hírek jöttek az újpesti látványosságról. Laci bácsinak a mókus etetőjéről van szó, itt 6-8-10 mókus is szokott egyszerre megérkezni, amikor az etetés van. Kapott új etetőket, tehát az önkormányzat vásárolt új etetőket, amik kizárólag mókusokra, tehát nem tudják belőle az olyan madarak, mint a szarkák, vagy a dolmányos varjak kiszedni belőle a különböző élelmet. Tehát új etetőket kapott, és sajnos volt egy rongálás, aminél első körben azt gondoltuk, hogy emberi rongálás, ezért felszereltünk ilyen speciális vadkamerát. Viszont maga a vadkamera mindent rögzített, tehát kutyasétáltatóktól kezdve minden olyan rögzítésre került, de maga az, hogy mi történt pontosan, mert másnapra ugyanúgy szét volt túrva ez az etető, nem. Gyorsan kiderült az is, ki, illetve mi garázdálkodhatott itt. Szakemberekkel kimentünk a helyszínre, és egy kicsit távolabb, ahol sajnos ételmaradékok voltak kiszorva, illetve azt mondja Laci bácsi, hogy előző nap valaki több kiló almát szórt ki, ott vaddisznó nyomot fedeztünk föl, ami azért annyira nem szenzáció, mert pár száz méterre van egy farkaserdőnk, ahol róka, nyest, vaddisznó, nem mindig, de azért láttunk már vaddisznót, illetve volt már vaddisznós bejelentés, de mondjuk ez az összes peremkerületre jelenleg igaz, hogy vaddisznókat fedeznek fel az emberek, tehát ezekkel együtt élünk, ezekkel az állatokkal. És hogy mi a megoldás? Arra az elhatározásra jutottunk, most már több napja több szakemberrel kint voltunk a helyszínen, hogy ezt a részt az önkormányzat el fogja keríteni, és egy ilyen családbarát
elkerített részt fog kapni Laci bácsi, illetve a Laci bácsit szerető gyerekek, mert rengeteg óvodás csoport, illetve gyerekek felnőttekkel járnak oda megcsodálni a mókusokat, illetve etetni. Tehát ez egy zárható részt fog kapni Laci bácsi, mindenféle földi jóval, padokkal, és úgy gondoljuk, hogy ezáltal akár az emberi rongálást is meg tudjuk akadályozni. Ez talán majd segít. Azt minden esetre jó tudni, hogy nem ember rongált, és maradjon is ez így. A hét eseményének összefoglalóját, a körképet látták. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!